Ezután pedig üdvözlök mindenkit, aki itt van, és hamarosan nekivágunk, előtte azonban még egy kis időt adjunk azoknak, akik nincsenek jelen egyelőre. Amit szeretnék mondani az az, hogy a Google Plus-on, mindjárt meg is mutatom azoknak, akik majd nézik akik meg fogják nézni majd a felvételt, hogy miről is beszélek. A Google Plus-on, ahol a kék Infobubble csatornán, de már a piroson is néhány helyen, a leírás részben megtalálhatjátok a teljes információ listát, amit felhasználtam a videókhoz, különösen azoknál, amelyek az írással foglalkoznak, a teljes listáját a verseknek, mindent, ami az adott videóhoz kapcsolódik. Itt ugye most éppen mindjárt megnézzük, hogy melyikről van szó. Ez a legutóbbi, amit ha néztétek, a Oroszország iránt Törökország, és hogy ki kicsoda, Babilon, stb. Azzal kapcsolatban az összes információ elérhető, de a kék csatornán szinte mindegyik videóhoz megtalálhatjátok a verseket. Sajnos néhány össze van keverve, szóval az nem a legnagyszerűbb, de dolgozom rajta, megpróbálom majd szortírozni őket. És szerintem nagyszerű, nézzétek meg. A lényeg az, hogy itt több információ van áll rendelkezésetekre, és akkor akár ott is a Google Plus-on elolvashatjátok a verseket, vagy kimásoljátok magatoknak, teljesen mindegy. Megtalálhatjátok a linkeket a Blue Letter Bible, amivel az eredeti nyelvet lehet elemezni, ahhoz a linkek benne vannak, úgyhogy az is elérhető, de hát próbálom majd az összeshez megcsinálni, de rengeteg van, úgyhogy visszamenőleg nem tudom, hogy erre lesz-e valaha idő meg energia. Ez az egyik, szóval ez elkezdődött, illetve hát ott lesz majd más jellegű, mint ez is, például információ, úgyhogy érdemes a Google Plus-t is néha-néha megnézni, majd megpróbálom, hát ha esetleg lehet ott is élőben. Ugye a YouTube-on minden kép lehet, meglátjuk, nem tudom. Lehet, hogy azt is elkezdjük hamarosan, és akkor lehet live, élő, ugyanúgy a YouTube-on, mint a Facebookon. Úgyhogy ezt a Google Plus-szal kapcsolatban, illetve tovább fogjuk folytatni, ugye, és befejezzük remélhetőleg most a hamis proféta és az igazság kérdését, illetve ennek a végén, aki kitart egészen a végéig, két verset, két fejezetet, jobban mondom, meg fogunk nézni az apokrifából, az apokrif levelek közül. Majd mikor eljutunk oda, akkor meg fogja mindenki látni azt, hogy miért is vettem bele, de szerintem érdemes mindenképpen olvasni. De én szerintem egyértelmű lesz, mikor eljutunk oda, hogy miért is van benne. Úgyhogy ezzel kapcsolatban ez van. Hát még annyit, hogy a videókat megpróbálom úgy most már a YouTube-on úgy csinálni, hogy a különböző témában különböző legyen az a kis kép, a thumbnail, szóval így el lehet különíteni nagyjából, hogy melyik videó miről szól, ez a hírekkel kapcsolatban, stb. Úgyhogy az talán egyszerűbb mindenki számára. Az nagyszerű lenne, hogyha mondjuk tudná mindenki az oldalon azt a review részt kitölteni. Teljesen mindegy, hogy mennyi, mire osztályozza, az a lényeg, hogy legyen minél több, hogy tudjam, hogy mi a vélemény. Igazából
Igazából csak a pozitív vélemény érdekel, de csak arra lennék kíváncsi, hogy mi az, amit mégis lehetne változtatni. Erről nyugodtan írhattok. Az nem érdekel, hogy menjek vissza az iskolába, meg ezek a dolgok. Ez az teljesen jelentéktelen. Az esetleg, hogy mi az, ami ötletetek van, mit lehetne csinálni, hogyan lehetne jobbá tenni az egészet. A végén megint majd megbeszéljük a kérdéseket, úgyhogy nyugodtan írhattok, ha esetleg van kérdés, majd megnézzük ezt a Blik dolgot is, hogyha össze tudom hozni itt, akkor elolvasom a cikket, de most még egyelőre nem foglalkozunk vele. Oké, akkor megnézzük, hogy mi is lesz az első vers. Most próbálom megkeresni, hogy mi lesz. Igen, 1 János 3:17-től 24-ig ez lesz az első, úgyhogy aki követi, vagy olvassa, vagy nézi, az annak 1 János 1 Jehukonon 3:17-től 24-ig, és ugyanúgy a hamis proféta és az igazság kérdéséről lesz szó, úgyhogy vágjunk bele, mert elég sok van, és még másról is szeretnék a végén beszélni. Így indul 17-es vers, akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban Elohim szeretete. Tizennyolc, fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelve, hanem cselekedettel és valósággal, és erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká ő előtte a mi szíveinket. Aki úgy cselekszik, azaz, aki igazságban van, hiszen az ő szava az igazság, ő az, aki meghatározta, Jahua, a Teremtő, hogy mi az igazság. Az, hogy mi mit gondolunk, a világ mit gondol az igazságról, annak nincsen jelentősége. Az egyetlen dolog, ami számít, az az, hogy meghatározta, hogy mi az igazság, ez pedig a Tanakhban, az Ószövetségben van, különösképpen az instrukciók, a Tora, az, ami meghatározza, hogy mi az igazság. Ha ebben vagyunk, akkor szeretjük egymást, és őt is. Ez az, amiről beszél. Leír néhány példát, ugye 17-18-as versben, hogy hogyan is nyilvánul meg a szeretet, és az igazság. 20. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb Elohim a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Elohimhez. És akár kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. Azok, akik megtartják az ő parancsolatait, azok, akiket nem vádol majd a szívük. És azok, akik az igazságban élnek, illetve ez az igazság maga, és ez az, ami számára kedves, ezért írta le. Illetve hát nem, ő ezért íratta le azokkal, akik megírták ezt. Érdekes az, hogy majd meg fogjuk nézni az apokrif levelekbe, ugyanerről van szó, szó szerint. Szinte kicsit más a stílus, de a mondani valója teljes mértékben ugyanez. Mégpedig az, hogy az ő parancsolatai az, amik kedvesek neki, ez az igazság, és ez az, amiket nekünk cselekednünk kellene. 23. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, Jehusach Másiáknak, nevében, és szeressük egymást, mint megparancsolta nékünk. Azt mondja, hogy higgyünk a fiának, ugye egyrészt az, hogy ő maga a megváltó, hogy ő volt a megváltó, másrészt azt, amit tanított, azt higgyük el, és így szeretjük egymást, amint ő megparancsolta nékünk. Úgy szeretjük egymást, ahogyan Jehusach Másiák megmutatta nekünk, az a szeretetnek az útja, hiszen ő volt az igazság. 24-es pedig, és
aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban, és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad abból a lélekből, melyet nékünk adott. Aki a parancsolatokban jár, abban van benne a lélek. Az az, aki az igazságban jár, aki az igazság útján jár. Úgyhogy azok, akik azt mondják, hogy a Szentlélek leereszkedett, amikor megkeresztelték, vagy bemerítették, vagy mikor énekel, vagy nyelveken beszél, vagy akármit csinál, itt világosan leírja, hogy mikor van a lélekből bennünk. Az pedig akkor, amikor az ő parancsolatait megtartjuk, ekkor marad bennünk a lélekből. Az akkor tudjuk, hogy a Szentlélek velünk van, hogyha a parancsolatokban járunk. Példabeszélek 28, 8-tól 10-ig a következő. Példabeszélek 28, 8-tól 10-ig. Misli, példabeszédek 28, 8-tól 10-ig így indul. Aki öregbíti az ő marháját kamattal és uzsorával, annak gyűjt, aki könyörül a szegényeken. Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos. Aki elcsábítja az igazakat gonosz útra, vermébe maga esik bele, a tökéletesek pedig örökség szerint bírják a jót. Az, aki elfordítja a fülét a törvénynek hallásától, aki azt mondja, hogy a törvény már nem fontos, hogy az Ószövetség, hogy azt eltörölte, annak még a könyörgése vagy imádsága is utálatos. Arról nem beszélve, aki elcsábítja az igazakat gonosz útra. Arról már rengeteg szó esett az előző részekben, hogy mi az igaz, mi a gonosz, így mindenki tudja, hogy a gonosz út az, aki nem a parancsolatokban jár. Aki erre csábítja, az mind beleesik a maga vermébe. Akkor hogy lehet az, hogy ezt tanítja szinte minden vallás, hogy ilyen vagy olyan formában meg lehet szegni a parancsolatokat, és le van írva tisztán ide, hogy a fülét, aki elfordítja a törvénynek hallásától, annak még az imádsága is utálatos, és aki eltéríti az igazakat a gonosz útra, az beleesik a saját vermébe. Zsoltárok Tehelim 61-es fejezet, Zsoltárok 61, 6-tól 8-ig a következő, és aki az interneten ügyködik, az annak meg inkább megmutatom a linket, mert szerintem érdekes. Itt egy link, aki az interneten tevékenykedik, az meg tudja nézni, amiről szó lesz. Ez Zsoltárok 61.6-os így szól, mert te, ó Elohim, meghallgatod az én fogadásaimat, a te neved tisztelőinek örökségét megadtad nékem. Az én fogadásaim azok, amiket az ember megfogad, hogy most ezt csinálom, hogy most azt csinálom, hogy most ennyi ideig így, úgy, amúgy, így, böjtölök, stb. Aki meghallgatja, Elohim, az, aki meghallgatja a mi fogadásainkat. Illetve a te neved tisztelőinek örökségét megadtad nékem. Aki az ő nevét tiszteli, annak van öröksége. Ezek szerint a név fontos lesz, még akkor is, ha a legtöbben úgy gondolják, hogy nem. De ha valaki, akkor Dáud, azaz Dávid mindenképpen tudja ezt. 7. Adj napokat a király napjaihoz, esztendeit nemzedékről nemzedékre nyújtsd meg. 8. Elohim előtt lakozzék örökké, kegyelmedet és hűségedet rendeld ki, hogy őrizzék meg őt. Ugye azt kéri, hogy adjon napokat az ő napjaihoz, hiszen ő király volt, ugye, hogy Elohim előtt lakozzék a király, hogy az ő parancsolataiban járjon. És ahogy folytatja, az, hogy kegyelmedet és hűségedet rendelt ki, hogy őrizzék meg őt. Érdekes az, hogy a hűségedet szó, hogyha megnézitek azt a linket, amit megosztottam, a hűségedet szó, mert ez a szó igazságot jelent valójában. 92-szer szerepel a Tanákban igazságként, igazként 18-szor. Úgyhogy ez a szó, hogy hűségedet, ez igazságot jelent. Azok számára, akik a Károli verziót használják, érdemes figyelembe venni azt, hogy a hűség mint hit és mint igazság szerepel.
Szóval, amikor arról van szó, hogy hűség, hűséges, ez a hittel és az igazsággal felcserélhető a Károly verzióban. És érdemes utána nézni. Az eredeti jelentése egyébként igazság vagy hűség. De biztonságot is jelent, megbízhatóságot, stabilitást, folytonosságot, igazságot. Ezt csak azért akartam elmondani, mert ha úgy nézzük, hogy kegyelmedet és igazságodat rendelt ki, hogy őrizzék meg őt, hiszen a kegyele, az a mindenható kegyelme és az igazsága az, ami megőrzi az embert, az ő igazsága pedig az ő parancsolatai, ami a Tora, az ő instrukciói. Dániel 9-es fejezet 12-es vers a következő, illetve úgy néz ki, hogy a 13-astól. Szóval ez Dániel 9-es fejezet, és így szól, a 13-as vers, Dániel 9:13. Amint írva van a Mózes törvényében, az a veszedelem mindre ránk jöve. Mi van a törvényben írva? 5 Mózes Deberim 28, átkok és áldás, aki követi az utat, annak az áldás, aki nem, annak az átkok, erről beszél itt. És Jehuának, a mi hatalmaságunknak színe előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna a mi álnokságainkból, és figyeltünk volna a te igazságodra. Ugye, letértek az útról, ez már Dániel a babiloniai fogság idején, amikor az egész Júda királyságot a babiloniak elhurcolták, és ő onnan írja ezt. A következménye annak, hogy nem esedeztek, azaz nem kértek bocsánatot a bűneikért, illetve az ő álnokságai, a bűneik, és az, hogy az igazságra nem figyeltek, annak az az eredménye, amilyen helyzetben ő van. Azért készen tartotta Jahua a veszedelmet, és azt ránk hozzá, mert igaz Jahua, hiszen ő megtartja az ő szavát. Ő ideadta nekünk, hogy hogyan kellene nekünk élni, ő pedig aszerint él. Amit ő megmond, ő azt teszi, ahogyan ő akarja, hogy mi viselkedjünk, ő úgy viselkedik. Azért adta nekünk az ő szavát, hogy tudjuk, hogy húron pendüljünk idézőjelbe. Egy hullámhosszon legyünk vele. Hiszen ő igaz a mi hatalmaságunk minden cselekedetében, melyeket cselekszik, mert nem hallgattunk az ő szavára. Az ő szava az igazság, az ő szava pedig nem más, mint az instrukció. 15 pedig így szól most azért, ó Jehova hatalmaságunk, aki kihoztad a te népedet Egyiptom földéből hatalmas kézzel, ugye ez a kovásztalan kenyér ünnepére utal vissza, illetve hát annak az az egyik eleme ennek, és nevet szereztél magadnak, mint ma is van, vétkeztünk, gonoszul cselekedtünk. Ő próbál Dániel imádkozni az egész népért, és bocsánatot kérni, hiszen tudja pontosan, hogy mi az, amit Jehova akar. Az, hogy az ember elismerje azt, hogy vétkezett, és megtérjen és abba hagyja. És hagyja abba a gonosz cselekedeteket, ami nem más, mint az ő parancsolatainak ellenére való élet. Ezért mondja, hogy nem figyeltünk az igazságodra, nem kértünk bocsánatot, és tovább folytatták ugye a gonosz utat. Ennek az a következménye, hogy fogságba estek Babilonba. Ha akkor, ha végig az írás során ez volt a következménye, miért lenne más most? Következő példabeszélek 15, ez Misli 15, 7-től 10-ig. Példabeszédek 15, 7-től 10-ig. Példabeszélek 15, 7 így szól. A bölcseknek ajkai hintegettek tudomány, tudomány az a tudás, bölcsesség a bolondoknak, pedig elméje nem helyes. Ugye a bolond az, aki nem hisz, vagy aki nem követi az utat. Bolondoknak pedig elméje nem helyes. 8-as. Ellentétben a bolondokkal a bölcseknek ajkai az igazságról beszélnek. Ők azok, akik azt próbálják az embereken megértetni, hogy mi az, amit a mindenható tudománynak gondol. Mi az, amit ő tudásnak és bölcsességnek hív. 8-as, az igaztalanok áldozatja gyűlölséges Jahuának. Az igazak könyörgése
pedig kedves néki. Az igaztalan mindaz, aki nem követi a parancsolatokat. Ugyanúgy, ahogy az előbb elmondta, hogy aki elfordítja a fülét a törvénynek hallásától, annak még az imádsága és utálatosság, ugyanezt mondja most is, az igaztalanok áldozatja gyűlölséges. Aki nem követi a parancsolatokat, attól elfordul. Az igazak könyörgése az, ami kedves neki. Az, aki hajlandó az úton járni. 9-es. Utálat Jahuánál az igaztalanok útja. Akkor mi az igaztalan? Lehetséges az, hogy a Károli verzióban istentelen van írva, végül is ugyanaz a kettő. Istentelen vagy igaztalan ugyanarra utal, aki nem azt csinálja, amit ő meghatározott. Azt pedig, aki követi az igazságot, szereti, akkor tudnunk kellene, hogy mi az igazság. Amennyiben nem tudjuk, hogy mi az igazság, akkor nem fogunk tudni az ő útján járni. Hiszen folyamatosan ezekről a dolgokról van szó. Igazság, szeretet, bölcsesség, tudás, fény, stb. Ha nem tudjuk, hogy ezek a dolgok mit akarnak valójában, akkor nem fogunk tudni járni az útján. De erről is szó volt a múltkor, János 17:17, a te igéd az igazság. Úgyhogy ez is egyértelmű, tehát ezt megbeszéltük. Az igazság az, amit ő meghatároz. Gonosz dorgálási arra, aki útját elhagyja, aki gyűlöli a fenyítéket, meghal. Mindannyian elhagyjuk az utat, így vagy úgy, előbb vagy utóbb. A lényeg az, hogy az ember visszataláljon és megértse azt, amit ő próbál kommunikálni a nehézségeinken keresztül. Ami annak a következménye, hogy letértünk az útról. És nem utál meg minket, nem hagy el minket végleg, de mindennek megvannak a következményei, és ez pontosan erről szól. Máté 24, Matthiahu 24-es fejezet a következő, és közben megnézzük azt. Egy pillanat. Máté 24. Oké. 23-as. Ha valaki ezt mondja néktek, ímé itt a mesiák, vagy amott, ez már a hamis proféta rész, ne higgyétek, mert hamis megváltók vagy, ugye Krisztusokról van szó a Károliban, és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ez a mi időnkről van szó, ugye az utolsó időkről, és azt mondja, hogy hamis proféták és hamis megváltók támadnak. Ugye hamis megváltó már nagyon régen megvan, az pedig nem más, mint a törvénytelenséget hirdető idézőjelbe tett Jézus Krisztus. Ez az egyik leghíresebb és legismertebb hamis proféta, aki azt hirdeti, hogy törvények nincsenek. De az érdekes az, hogy nagy jeleket és csodákat tesznek, nem csak Elohim vagy a teremtő képes csodákat tenni ezek szerint. Úgyhogy az, hogy ki mit tesz, az csak egy része annak, hogy az ember meg tudja ítélni, hogy vajon ő igaz-e, vagy vajon ő kiválasztott-e. Hiszen az, hogy valaki nyelveken beszél, vagy legalábbis úgy tűnik, vagy meggyógyít valakit, vagy stb., az teljesen mindegy, ahogy azt elmondta Máté 7, 21-24, ha jól emlékszem. A kérés az, ki az, aki az úton jár, ki az, aki a parancsolatok szerint él. Ez az első, amiből az ember megtudja, és a legfontosabb kritérium. És a csodati, és a nagy jelek, és a csodák, azok nem feltétlen arra utalnak. Lukács 6. Lukács 6-os fejezet 25-26. Ez pedig a következőképpen szól. Lukács 6-os fejezet 25. Jaj néktek ki, beteltetek, mert éhezni fogtok. Jaj néktek ki, most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek, mert éppen így cselekedtek a hamis profétákkal az ő atyáik. Úgyhogy az, hogy hány ember követ kit, mennyi ember hisz mit,
és hogy mi a hivatalos álláspont, vagy mi az, ami megegyezik azzal, vagy mi a legnépszerűbb, az teljesen jelentéktelen. Sőt, arra figyelmeztet, hogy az még lehet, hogy rosszabb, hiszen ugyanígy volt a történelem során mindvégig. Úgyhogy ha csak annyit még ide beszúrhatnék, hogy minden, amit tanultunk, azért van benne a tananyagban, mert azok, akik irányítják a világot, az ellenség, Sötán uralmával, azok akarták, hogy tudjuk. És ez pontosan erről beszél. Mikor minden ember jót mond felőletek, mert éppen így cselekedtek a hamis profétákkal az ő atyáik. Az egész történelem során mindazok, akiket az egész világ istenít, mindazok az emberek azért kerültek oda, mert azt mondták, amit az ellenség így vagy úgy akart, hogy mondjanak. Az ő ügyét mozdították előre. Úgyhogy az nem egy kritérium, hogy ki mennyire népszerű, vagy ki mennyire hajlik ahhoz, afelé, ami elfogadott tömegek által. Sőt, én szerintem az rossz. Minél többen értenek egyet valakivel, annál inkább érdemes elgondolkodnia. Apostolok cselekedetei 13 a következő. Apostolok 13, és ez elég hosszú lesz, 5-től 14-ig. Ez most csak ez az apostolok 13, ez még már a hamis proféta résznél tartunk, úgyhogy ez szintén erről szól. Apostolok 13:5. És mikor Szalamiszba jutottak, hirdették Elohim beszédét a zsidóknak zsinagógáiban, és Jehukanon János is velük, valamint segítőtárs. Elohim beszédét hirdették a zsinagógáiban. Elohim beszéde az nem más, mint a parancsolatok. A Torah, a Tanakh, a proféták, a parancsolatok, a törvény. Itt van János is, ez a lényeg igazából. És eljárván a szigetet, mint Páfosig, találkozának egy ördöngös hamis proféta Jahudimmal, vagy zsidóra, kinek neve volt Bár Jézus. Ki Szergiusz Paulus tisztartóval, ez okos emberrel vala, ez magához hivatván Barnabást és Saulust kívánná hallani Elohim beszédét. Elimiás az ördöngős azonban, mert így magyaráztatik az ő neve, ellenkezik velük, igyekezvén a tisztartót elfordítani a hittől. Ez az, amit minden hamis proféta csinál. Ezért mutatja meg számunkra ezt a példát. Ezért írja le, hogy tudjuk, hogy ők Elohim beszédét hirdették a zsinagógában, azonban a hamis proféta igyekezett ezt az embert elfordítani attól, amit ők tanítottak. Ami Elohim beszéde. Akkor hogyan lehet az, hogy azt mondják, hogy Barnabás és Saul vagy Pál eltörölte a parancsolatokat, mikor itt van az, hogy Elohim beszédét hirdették. Ez az ördöngős meg akarta ezt akadályozni. Mindenki, aki azt mondja, hogy így, vagy úgy, vagy ennyi, vagy annyi része a törvénynek nem érvényes ma, az mind egy ilyen Bár Jézus forma karakter. Ez a hamis prófétának a definíciója. De Saulus, aki Pál is, megtelvén a Szentlélekkel, Ruach HaKodesh, személyt rávetve mondá, ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége. Ha olvassuk azt, amiről szól, és tudjuk azt, hogy mi az igazság, akkor így egész más értelmet nyer az, amiről most szó van. Így tudjuk, hogy Saul vagy Pál arról hirdette Elohim beszélét, ami a törvény, a proféták és a zsoltárok. És ez az igazság, hiszen ez az ember minden igazságnak ellensége, hiszen meg akarta akadályozni ezt a tisztartót, hogy hallhassa ezt. Ez az, ahonnan tudjuk, hogy ki a hamis proféta. Nem szűnöl én meg Jahuának igaz útait elfordítani. Az igaz út az Jahuáé. Ő az, aki meghatározta, hogy mi az igazság, és ő az, aki ezt leírta számunkra, illetve leíratta.
11. Most azért e-mail a Juanok keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség szár el. És kerengve keres vala vezetőket. Hiszen a 11-es versben ad egy példát arra, hogy milyenek azok az emberek, akik nem követik az ő útját, aki nem ezen az úton jár, az olyan, mintha vak lenne, és vezetőt keres magának. És ez pontosan az, amit ez az Elimiás karakter csinál. Illetve hát kényszerül most már. Hiszen ő fizikálisan vak lesz, és vezetőket keres, azonban mindenki, aki nem ezt az utat járja, aki nem a parancsolatokban és a hitben él, az mind vak, és vezetőt keres magának. És nem biztos, hogy a jó vezetőt fogja megtalálni. 12. Akkor a tisztartó, mikor látta a történt dolgot, hűn, igazol, erről beszéltem az előbb, a hűn, hűséges, igaz, vagy a hitben élő, ez a Károliban érdemes utána nézni, hogy mit jelent. De ha hűn, elámélkodványa Huának tudományát. Tehát látta azt, ami történt, és ezen nyilván elgondolkozott. 13. Elhajózván pedig Páfosba, azt gondolom Páfosz, Pál, Saul és kísérői Pergába, Pamfiliának városába menének, Jehukanon János azonban elválván tőlük megtér Jeruzsálembe. 14-es, Ben, még felolvasom, mert csak azért, hogy ők igenis parancsolatok szerint éltek. 14, ők pedig Pergából tovább menve eljutának Antiókiába, Pisidiának városába, és bemenvén szombatnapon a zsinagógába leülének. Ez pedig Saul volt, illetve Barnabás. Szombatnapon a zsinagógába leültek apostolok cselekedetei, úgyhogy ők ugyanúgy abban éltek, mint ahogy Jehusák a másiák. Jelenések könyve 16-12 től a következő, addig gyorsan, mi volt ez, apostolok 13, megpróbálom, apostolok 13, megkeresni, hogy a neve mit jelent. Mert ugye arról beszélt, hogy Elémiás az valamit jelent. Úgyhogy nézd, egy pillanat csak. És meg lesz. Itt a link, akit érdekel. Elimiás, Elimász. Bölcs embert jelent érdekes módon a neve. Illetve hát ugye itt azt írja, hogy egy arab név egy zsidó varázslónak, aki bár Jézus volt, bár Jézus, bár Jézus, ugye a görög név, az arab neve pedig Elimász, azaz bölcs ember. Úgyhogy ez az, amit jelent a neve. Ugye azt írja, hogy Elimás, bocsánat, az ördöngös azonban, mert így magyaráztatik az ő neve. Ugye azok számára, akik azt mondják, hogy ő Pál volt, csak a figyelmébe ajánlom azt, hogyha visszamentek ide, hogy Elimás az ördöngös azonban, mert így magyaráztatik a neve. Ugye arra utal, hogy bár Jézus volt a görög neve, azonban ők Elimásnak hívták, hiszen ők akkor is arámiul beszéltek, illetve héberül. Ezért mondja azt, hogy így magyaráztatik az ő neve, hiszen nekik nem bár Jézus volt, hiszen ők nem görögül beszélt, nem ez volt az első neve. Úgyhogy nem Pál a neve, hanem Saul. Ugyanúgy, ahogy Jehusa megszólította őt. De ez csak így, ez a 8-as versben, apostolok 15-8-as versben. Nézzük jelenések 16. 12. A hatodik angyal is kitölti az ő poharát a nagy folyóvíze az Eufráteszre, és kiszárad annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. Hogy ezek kik, az egy kérdés, valószínűleg az észak és a kelet-ázsiai, illetve a közel-keleti országokról beszél, hiszen a háború maga az úgymond ígéret földjén lesz, illetve hát valahol a közel-keleten, valószínűleg erre utal.
13. És láték a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis proféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat, mert ördögi lelkek azok, és kik jeleket tesznek, kik elmennek a földnek, és az egész világnak királyai, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Elohim a ma nagy napjának viadalára. A hamis proféta szájából kijönnek ezek a tisztátalan lelkek, amik elhitetik a föld lakosságát, és a királyait, hogy egybegyűjtsék őket a nagy viadalra. Hiszen a hamis proféta ezt csinálja, elhiteti, megtéveszti az embereket. Ez a feladat a sárkánynak, ugye maga az ellenség, a fenevad, maga a rendszer, a hamis proféta pedig az úgymond vallási része ennek a hatalomnak. Úgyhogy ez az, amit csinál egy hamis proféta. És az ördögi lelkek azok, amik ma a világon káoszt okoznak. Hiszen ez egy spirituális háború, Efézusiakhoz 6:10, ahogyan Saul leírta, ez egy spirituális harc, és nem hús és vér ellen van a mi harc. Ezek azok az ördögi lelkek, amik az embereket megtévesztik. És természetesen elterelik őket a mindenható törvényeiről, az igazságról. Ez a feladat egy hamis profétának, hogy ezeket a lelkeket, ezt a szellemiséget elterjessze a világon. És pont most a szemünk előtt zajlik ez, amikor a föld királyai egybegyűlnek ehhez a harchoz. Hiszen mindenki fegyverkezik, minthogyha muszáj lenne. Jelenések 19:19, a következő Higgaló, jelenések 19-es fejezet, és gyakorlatilag folytatja tovább ezt a gondolatmenetet. Jelenések 19:19, és látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül vala és az ő serege ellen. Érdemes megjegyezni azt, hogy ezek az emberek és a seregek a Mesiás, illetve Jehusa ellen készülnek harcra. Hiszen egyértelműen erről beszél. Akkor vajon mi az, amit a világ gondol, hogy ez a nagy fegyverkezés miért történik? Mikor itt egyértelműen leírja, hogy a föld királyai a fenevad irányítása alatt egybegyűjtik a seregeiket, hogy hadakozzanak a második eljövetel ellen. A világnak pedig fogalma sincs az egészről. A világ azt gondolja, hogy valami meteor jön, vagy az idegenek jönnek, vagy akármi. Miközben ez az oka annak, hogy egybegyűlnek a seregek ott, ahol egybegyűl. Hiszen a közel-kelet az, ugye, kelet felől, ahogy visszatér, ahol mindenki látni fogja, hogy visszatér. Ezért gyűlnek oda a seregek, hogy megpróbálják megállítani, hiszen a maga a fenevad, a rendszer és a föld királyai, akit ura az ellenség irányítása alatt erre készülnek, miközben a világ azt hiszi, hogy a terrorizmus, az iszlám, az UFO-k vagy a meteor ellen harcolunk. 20-as. Igazából ez nem a lényeg, de ha már itt jártunk, gondoltam érdekességképp. Érdemes rajta elgondolkozni. 20-as. És megfogadték a fenevad, és ővel együtt a hamis proféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét, ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetnek. A hamis proféta az, aki a csodákat tesz, és megtéveszti a világot. Ez a hamis proféta feladata. Hogy elterelje a világot a mindenható útjára. Hiszen azok, akik a fenevad bélyegét felveszik, a fenevad bélyege nem feltétlenül egy fizikális bélyeg, erről rengeteg szó esett már, de a lényeg az, hogy aki nem a teremtő pecsétjét kapja, ugye, ami a Szentlélek, amiről Saul ír, az a fenevad bélyegét kapja. A Szentlélek pedig akkor van bennünk, ahogy azt az előbb olvastuk, hogyha az ő parancsolatait követjük. Onnan tudjuk, hogy bennünk maradt az ő lelkéből, amit ígért, hogy elküldött. Erről volt szó az előbb. Úgyhogy vagy az ember a fenevad bélyegét kapja, vagy pedig Elohim pecsétjét. De aki nem az úton jár, aki nem a parancsolatok szerint él, az nem kaphatja meg a mindenható pecsétjét. És aki nem azt kapja, az a hamis profétával és a fenevaddal
együtt sajnos nem oda kerül, ahova szeretne. Ez egyébként 1 János 3.24, és aki az ő parancsolatit megtartja, az ő benne marad, és ő is abban, és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a lélekből, melyet nékünk adott, hogy a parancsolatait megtartjuk. Ezért a Ruach HaKodesh, a Szentlélek az, ami pecsételi Elohim embereit, hiszen aki nem tartja meg, az a fenevad bélyegét veszi fel, és azt elhitette a hamis proféta. A többiek pedig megöletének a lovon ülőnek kardjával, amely az ő szájából jöv valaki, és a madarak mind megelégetnének azoknak húsával. Ez ugye Jelenések könyve vége. Jeremiás 5, Jeremiahu 5-ös fejezet, és 12-es verstől így szól. Jeremiás 5. Ez egy hosszabb, igen, ez egy hosszabb, bocsánat, részlet lesz, 5-12-nél fogjuk kezdeni. Jeremiás 5-12. Megtagadták Jehuát, és azt mondták, nincsen ő, és nem jöhet ránk vezedelem, sem fegyver, sem éhséget nem látunk. Ez pontosan az, amit ma a világ hisz. Ugyanúgy, ahogy akkor, Jeremiás idejében, ugyanúgy ma is az emberek többsége azt mondja, hogy nincs ő, nem jöhet ránk veszedelem, semmi bajunk nem lehet. A proféták is széllé lesznek, és nem lesz, aki beszéljen bennük, így esik az ő dolguk. Ugye arról beszél, hogy már nem lesz olyan sem, aki figyelmeztetni az embereket arra, hogy rossz úton járnak. 14. Ezért ezt mondja Jahu, a seregeknek hatalmasága, miután ti ilyen szóval szóltatok, ezt a népet pedig miután ti ilyen szóval szóltatok, ímé tűzzé teszem az én igémet, a te szádban ezt a népet pedig fákká, hogy megemészze őket. Ugye számtalan képpen használja az igét, ugye a kétélű kard, vagy tűz, arra utal, hogy egyértelmű az, hogy mi az, amit ő akar, aki nem így cselekszik, az olyan lesz, mint a fa a tűzben. És nem véletlen, hogy a Gehenna, vagy Gehenna, illetve az idézőjelben a pokol ugyanezt a képet írja le. Hiszen aki nem azon az úton jár, az el fog veszni. És ez az, amire figyelmeztet. 15. Íme én hozok rátok messzünnen való nemzetet, ó Izrael háza, ezt mondja Jahu, a kemény nemzet ez, ősidőből való nemzet ez, nemzet, melynek nyelvét nem tudod és nem érted, mit beszél. Tegze olyan, mint a nyitott sír, minnyájan vitézek, és megemészti aratásodat és kenyeredet, megemészti fiaidat, lányaidat, megemészti juhaidat, ökreidet, szőlődet, fügédet, városaidat, melyekben te bizakodol, fegyverrel rontja le. Mindazt, amiben az ember hisz, az semmi Jahu előtt. Ő mindazt meg tudja adni az embernek, annyit kér, hogy járja az utat az ember. Amennyiben nem, akkor teljesen mindegy, hogy mi az, amit elér az életben. De még ezekben a napokban sem tesznek benneteket egészen semmivé. Ugye erről beszél, ezt mondja Jahu. Ha pedig az lenne, hogy kérdeznétek, miért cselekedte mindezt velünk Jahu, a mi hatalmasságunk, akkor azt mondjad nékik, amiképpen elhagytatok engem, és idegen hatalmaságnak szolgáltatok a ti földeteken, azonképpen idegeneknek fogtok szolgálni olyan földet, mely nem a tiétek. Azért teszi mindezt, mert elhagyták őt. Azért akartam ezt megmutatni, hogy még egyébként meg fogjuk nézni tovább, hogy mindenki lássa azt, hogy az egész könyv az elejétől a végéig arról szól, hogy amennyiben valaki az ő útján jár, arra áldás jön, amennyiben nem, arra átok. Az, hogy az átok az mikor éri utol az ember, az egy kérdés, és szerintem ez az, ami a legtöbb embert megtéveszti. 20-as, hirdessétek ezt Jákob házában, és hallassátok Judában mondván. Halljátok csak, te bolond és esztelen nép, ki a bolond az, aki nem hisz és nem úgy él? Akiknek szemei vannak, de nem látnak, ugyanúgy, ahogy bár Jézus megesett, hogy vak lett és kereste a vezetőt, ugyanúgy ezt mondja nekik, akinek szemei van, de nem lát, füleiden nem hall. Nem félteké engem? Ezt mondja Jahu, az én orcám előtt nem remegteké? Hiszen én rendeltem a fölényt a tenger határának örök korlátú
amelyet át nem hákat, és ha megrázkódtatják is habjai, de nem bírnak vele, és ha megháborodnak, sem hághatnak át rajta. Ő az, aki mindent teremtett. Ennek ellenére az ember nem fél tőle, hiszen nem érti. Azt nyilvánvaló, hogy Jeremiás akkor az ő honfitársaihoz beszélt, azonban ez ugyanúgy érvényes ránk is, illetve a mai korra, hiszen pontosan ez a lényege az egész könyvnek, hogy tanulsággal szolgál minden kor számára, hiszen tanultunk abból, ami történt. Amennyiben valaki nem féli, az nem járja az utat, és arra ezek az átkok várnak. Pillanat. 24-es, és még szívekben sem mondják, ó, csak félnők Jahuát, a mi hatalmasságunkat, aki esőt, korai és késői záport ad annak idejében, az aratásnak rendelt heteit megőrzi számunkra. A ti bűneitek fordították el ezeket tőletek, és a ti vétkeitek fosztottak meg titeket e jótól. Mert igaztalan vannak az én népem között, igaztalanok vannak az én népem között, gugolva fülelnek, mint a madarászok, törhánynak, embereket fogdosnak. Ugye ez azokra a profétákra, illetve azokra vonatkozik, akik nem azt mondják, amit ő meghatározott, és amit ő kíván, az pedig a törvény, a proféták, illetve a zsoltárok, az úgynevezett ószövetség, a Tanakh. Ezek azok az emberek, akik az ő népe között vannak, akik fülelnek, akik terjesztik ezeket a híreket, nem csak ott, akkor, hanem ma, különösen az egész világon. Ezért mondja azt, hogy fülelnek, és törthánynak, azaz csapdát állítanak az embereknek. Hiszen ezeket az emberek aztán elhiszik, és így vagy úgy elindulnak a rossz úton. Mint a madárral teli kalitka, úgy vannak teli az ő házaik álnoksággal. Ezért lettek nagyokká és gazdagokká. Nagyszerű példája annak, hogy az anyagi javak, vagy az, hogy ki mit ér el az életben a világ szerint, az nem lehet mutatója annak, hogy mennyire áldotta meg Jahua. Hiszen ugye azok, akik itt ez alapján, akik az embereket csapdába ejtik a hamis tanításokkal, azért lettek nagyok és gazdagok, hiszen e világ hatalmassága, vagyis Istene az, aki őket megjutalmazta. 28. Meghíztak, megfényesedtek, eláradtak a gonosz beszédben, a gonosz beszéd az mindaz, ami az ő beszéde ellenére van. Az árvának ügyét nem ítélik igazítélettel, hogy boldoguljanak, sem a szegényeknek nem szolgáltatnak igazságot. Hát ezeket ne büntessem én meg, ezt mondja Jahua, az ilyen nemzeten, mint ez, avagy ne álljon bosszút az én lelkem. Borzalmas és rettenetes dolgok történnek a földön. A proféták hamisan profétálnak, és a papok tetszésök szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. Még egyszer elolvasom, mert ez az egésznek a lényege. Ezért olvastam fel az egész fejezetet idáig. A proféták hamisan profétálnak, és a papok tetszésök szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti, de mit cselekesznek majd utoljára? Bűnben éltek, és szerették, és csodálkoztak azon, hogy miért olyan az életük, amilyen. Ugyanúgy, ahogy ma a világon mindenki szinte bűnben él, elfordult tőle, és csodálkozik azon, hogy miért olyan az élet, és olyan a világ, amilyen, hogy miért hullik szét az egész világ, és miért uralkodott el ez a káosz a világon. Azért, mert nem az ő útján járunk. És ráadásul még az emberek szeretik. És ez a hamis profétáknak a műve. Akik elhitetik a világgal azt, hogy evolúció, Big Bang, UFO-k, vagy bármiféle felekezet, akármi, csak az ő parancsolatai nem. Mindazok, akik nem azt hirdetik, hogy az ő parancsolatai és a megváltóba vetett hit által lehet eljutni hozzá, azok hamis profétának minősülnek. Annyit még a bolond dologról, hogy akit érdekel, Zsoltárok 14.1 vagy 53.1. A bolond mondta a szívében, hogy nincsen Elohim.
ez a bolonddal kapcsolatban. Jeremiás 14 a következő, és megnézem, hogy ez annyira nem hosszú. Jeremiás 14, Jeremiáhu 14, 13-16-ig. És mondék, ó Jahua Elohim, hiszen a proféták mondják vala nékik, fegyvert nem láttok, éhség sem lesz rajtatok, sőt állandó békességet adok néktek ezen a helyen. Ugye, a proféták mondják ezt nekik, hogy fegyvert nem láttok, nem lesz éhínség, és békesség lesz állandóan. És ezt mondja Jahua nékem. Hazugságot profétálnak a proféták az én nevemben. Nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem is beszéltem velük. Hazug látomás, varázslást, hiába valóságot és szívbéli csalátságot jövendőlnek néktek. Úgyhogy akkor én azt javaslom, hogy mindenki, ha ideje engedi, de megcsinálom gyorsan inkább most. Írja be a keresőbe azt, hogy peace and security. A Google-ben, ha majd lesz ideje. Peace and security. És nézze meg azt, hogy hány találatot kap. Ugye, peace and security, mint békesség és biztonság. Erről beszél itt, hogy a proféták azt mondják, hogy fegyvert nem látok, éhség nem lesz, állandó békességet adok nektek ezen a helyen. Nem ezt mondja mindenki? Nem ezt mondja az ENSZ-től elkezdve minden vezető a világon, hogy békességet akarunk, hogy megoldjuk az éhínséget, erre kell a különböző genetikai módosított dolgok, meg a segély, és az, hogy biztonság legyen a terrortól. Ezt ígéri mindenki. Ugyanazt, amit már itt is ígértek Jeremiás idején. Ugyanaz a hazugság. És mindig beveszik az emberek. És erre azt mondja Jahu, hogy hazugságot profétálnak a proféták, az én nevemben nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem is beszéltem velük. Hazug látomás, varázslás, hiába valóság, szívbéli csalátságot jövendőlnek nektek. Mert mindent mondanak, csak azt nem, hogy az egyetlen út, ami ebből kivezet, az visszafele van. A Torához, az instrukcióihoz, és azáltal majd ő ezt megoldja. Azonban mi mindenfele megyünk, csak ide nem. 15. Azért ezt mondja Jahua a proféták felől, akik az én nevemben profétálnak. Holott én nem küldtem őket, és mégis azt mondják, fegyver és éhség nem lesz e földön. Fegyver és éhség miatt vesznek el azok a proféták. De nem csak azok, hanem gyakorlatilag mindenki. És ez az, amit mi látunk most. 16. A nép pedig, melynek ők profétának, ott hever majd, ugye ez azt mondja, hogy Jeruzsálem utcáin az éhség és a fegyver miatt, és nem lesz, aki eltemesse őket, őket és feleségeket, fiaikat és lányikat, így zúdítom rájuk gonoszságukat. Ez az, ami történik a világon. És az annak a következménye, hogy az emberek elhiszik azt, amit a hamis proféták mondanak nekik. És nem csak a proféták, hanem mindazok, akik elhiszik és nem keresik meg az utat, azok mind az utcán fognak heverni az éhínség és a fegyver miatt. Ugyanezt mondja Máté 24-ben is, ezt jövendőli háborúság lesz éhínség és betegség. És ahogy akkor ez történt, ugyanúgy ez következik, hiszen a probléma ugyanaz, az emberiség elfordul az igaz úttól, és így fogja Jahua rájuk zúdítani a gonoszságukat. A saját gonoszságuk az, hogy elfordultak a törvényektől, az az, ami megbünteti az emberiséget, nem pedig ő. Ő megmondta, hogy mi a szabályrendszer. Mindenki járhatna és élhetne az szerint, azonban bármi elfogadható az ember számára, csak ez nem. Következő. Ezt átugorjuk, amit itt. Nézzük meg, ez Jeremiás sír 2, második, ez Jeremiás után az a néhány fejezet, és ebből a második fejezetet meg fogjuk nézni, mert szeretnék már eljutni az apokrif levelekhez, és az lesz a következő, úgyhogy nagyszerű.
Jeremiás sír. És ez pedig a második fejezet lesz. 13-as vers. Mivel bizonyítsak melletted, mihez hasonlítsanak Jeruzsálem lánya, mivel mérjelek össze téged, hogy megvigasztaljalak Sionnak szűz lánya. Bizony nagy a te romlásod, mint a tenger. Kicsoda gyógyít meg téged. Te profétáid hazugságot és bolondságot hirdetek néked. Ugye bolond az, bolond mondta szívében, nincsen Elohim, Zsoltárok 14.1, Zsoltárok 53.1. A profétáid hazugságot és bolondságot hirdettek néked, ez mind az, ami nem az ő útja, és nem fették fel a te álnokságodat, hiszen nem mutatják meg az embereknek azt, hogy rossz úton jársz, mert ezt mondta Jahova, vagy mert így írta, te meg ezt csinálod. Nem fedik fel a gonoszságát, hogy elfordították volna a fogságodat, hogy a problémáidat ezzel elkerülhetted volna, hanem láttak te néked hazug és megtéveítő profétálásokat. Ugyanúgy, ahogy ma. Hiszen az emberek azt akarják hallani, hogy mindenkit szeret, mindenkit elfogad, majd minden jó lesz a végén. És bárki, aki ezt mondja, az nagyszerű. Ugyanez volt a probléma akkor, ugyanez volt a probléma a kezdetektől fogva. A kerttől elkezdve ugyanez a probléma. Hogy az ember mindent elfogad, csak azt nem, amit a teremtő mondott és javasolt, mint instrukciókat. És ugyanez volt Jeremiás idején, mint ami ma. És azt láthatok, hogy mi volt a következménye akkor, ezért írta le, ezért hagyta meg, hogy tudják az elkövetkező generációk, hogy mi a következménye. Ennek ellenére nem hisz neki senki. 14. Még egyszer, a te profétáid hazugságot és bolondságot hirdettek néked, és nem fették fel a te álnokságodat, hogy elfordították volna fogságodat, hanem láttak te néked hazug, megtéveítő profétálásokat. Szó szerint erről van szó. Nézzük meg ez a Makkabeusok 15, és nem tudom. Jaj, nem. Bocsánat, pillanat, megosztom gyorsan a... Ez a... pillanat. Akinek megvan a link egyébként, a Church of God oldalon van a Makkabeusok. Csak a második könyve van meg, úgy látom, úgyhogy az lesz, illetve még megnézzük utána Sirák fiának könyvét. Szóval ez a Makkabeusok, ez pedig a másik pedig Sirák, úgyhogy a Makkabeusokat nézzük először. Okay, aki nem olvasta a Makkabeusokat, nem ismeri a történetet, a villámgyorsan ez időszámításunk 163-tól történik durván olyan 60-ig, és időszámításunk előtt, bocsánat, ha nem ezt mondtam, időszámításunk előtt, amikor a rómaiak, illetve még akkor, ha jól értelmeztem, a görögök is harcolnak, nem beszélve arról, hogy ugye Szíriával is, az asszírokkal is összetűzésbe kerülnek a Jeruzsálemben élő Jahudim, a zsidók, Júda törzse, ők maradtak Jeruzsálemben ekkor, és mindenkivel harcolnak gyakorlatilag, és 160 körül, 163 körül a rómaiak elkezdenek mindenféle utálatos dolgot csinálni a templomon, utálatos, úgy mint mindenféle tisztátalan dolgot áldozni, meg mindenféle tisztátalan hagyományokat terjeszteni a nép között, és a Makkabeusok fellázadnak ez ellen, és visszavezetik a népet Jahova útjára. Ez az, ahogyan ők ki tudnak kerülni ebből a problémáról egy rövid időre. És ez az, amikor bekapcsolódunk, csak azt akartam megmutatni, hogy hogyan is próbálnak meg a Makkabeusok harcolni a rómaiakkal, akik mindig létszám fölényben vannak nyilvánvalóan. De mindenki. Ennek ellenére ők 100 éven keresztül fel tudják tartani ezt.
mindaddig természetesen, amíg Yahuwah útján jártak. És ez azért történt, mert a makabeusok azt hirdették, hogy ezt kellene csinálni az embereknek. És azok hittek nekik, és így vissza tudtak térni az igazi, illetve hát nem a csúcspontra, de vissza tudták nyerni a hatalmat Jeruzsálem fölött, és a saját életük fölött, és érdemes elolvasni, nagyszerű az egész. Ez azonban a második Makkabeusok 15-ös fejezet, és a 7-es verstől, szóval ez a, hát gyakorlatilag ott a 15-ös fejezet, 7-es vers. Így szól, ám a Makkabeus töretlenül és rendületlenül bízott Yahuwah segítségében, ekkor szintén harcoltak természetesen, és ilyen hatalmas túlerő ellen. Töretlenül, rendületlenül bízott Yahuwah segítségében bátorította embereit, ne féljenek a pogányok támadásaitól, inkább gondoljanak arra, mennyi segítséget kaptak már az égtől. Most is bízzanak hát benne, hogy a mindenható megadja nekik a győzelmet. Hogyan? A törvény és a próféták szavaival is bátorította őket, emlékezetükbe idézte azokat a harcokat, amelyeket már megharcoltak, és így fokozta bennük a bátorságot. Hogyan? Úgy, hogy a törvény és a próféták szavaival bátorította őket. Amikor már fölkeltette bennük a lelkesedést, kiadta a parancsot, utalva a pogányok hűtlenségére és hitszegésére, így nem pajzsal és lándzsával fegyverezte fel őket, hanem találó, bátorító szavakkal. Egy hitelt érdemlő álmát is elmondta nékik, egy látomást, melynek mindannyian örültek. Úgyhogy ugyanúgy harcoltak, mint ahogy Jeremiás ajánlotta, vagy ahogy Mózes, vagy ahogy Józsué, vagy ahogy az összes többi. Térj vissza az útra, kövesd a parancsolatokat, és engedd, hogy Yahuwah harcolja a harcot helyetted. Ez az egyetlen útja. Mindenki, aki más mond, az hamis profita és félrevezeti az embert. 17-es vers ugyanitt Júdás, ugye ő volt az egyik vezető, nagyszerű szavai, lelket öntöttek beléjük, hisz alkalmasak voltak rá, hogy fölkeltsék a bátorságot, és megerősítsék az ifjak szívét, így elhatároztak, hogy nem vernek tábort, hanem bátran támadást indítanak, és kimenetelét a szerencsére bízzák, a várost, a vallást, a templomot ugyanis veszély fenyegette. 18-as az érdekes, az asszonyokért és a gyerekekért, a testvérekért és a rokonokért nem aggódtak annyira. Első és legfőbb gondjuk a Szent Templom volt. Mert tudták, hogy ha Yahuwah útját követik, ha őt szolgálják, a többi majd rendben lesz. Ez a feladata mindenkinek. Erre hívja fel a figyelmet. Csak járd az utat, és hagyd, hogy ő megharcolja a harcot. Az asszonyok, a gyerekek, a testvérek, a rokonok nem voltak olyan fontosak, mint a Szent Templom. 21-es ugyanitt, amikor a Makkabeus meglátta a felsorakozó hatalmas serget, sokféle fegyvert és vad elefántokat, kitárta kezét az ég felé, és a csodatevő Yahuwahhoz folyamodott. Mert tudta, hogy nem a fegyvereké a győzelem, hanem azoknak adja Elohim, akiket méltónak tart rá. Kik méltók rá? Akik az ő útját járják. Hogyan járhatjuk az útját? Tora, az instrukciók és a parancsolatok. 26. Ugyanitt Júdás és emberei imádkozva és könyörögve támadtak rá az ellenségre, míg kezükkel harcoltak, szívükben Elohimhez imádkoztak, Elohim szemmel látható segítségén örülve nem kevesebb, mint 35 ezer férfit földre terítettek a 140 ezerből, úgyhogy ők néhány ezeren voltak. Tehát az egész harc közben Elohimhez imádkoztak, hiszen tudták, hogy ő az, aki az ember életét irányítja, és azzal van, aki hűséges ahhoz, amit ő előírt, aki szereti azt, amit ő előírt. 34. Ugyanitt az ég felé fordulva mindannyian dicsőítették Yahuwahot ezekkel a szavakkal, legyen áldott, aki hajlékát megoltalmazta a gyalázattól. Ez már akkor ugye, amikor megvédték Jeruzsálemet és a szent helyet. Következő és egyben utolsó Sirák második fejezet, ez hasonló a Kohelet prédikátor könyvéhez,
a kanonizált írásból, úgyhogy nagyszerű egyébként. A fordítás sem rossz. De azért nem egy Károli, de használható. Sirák második fejezet, második vers. Alázd meg szíveded, légy álhatatos hajsfület a bölcs igék befogadására, ne légy elhamarkodott a kísértés napján. Ő az, aki az igaz proféta. Csak azért, hogy mindenki lásson egy olyat is. Alázd meg szívedet, légy álhatatos, hajts füledet a bölcs igék befogadására. Ne légy elhamarkodott a kísértés napján. Három, viseld el, ha Elohim késni látszik, ragaszkodj Elohimhez és tűrj, hogy végül is gyarapodjon az életed. Négy, fogadd el mindazt, ami rád ki van szabva, tűrd el, szenvedve bár, és viseld békével megaláztatásodat. Miért? Mert az aranyat és ezüstöt tűzben teszik próbára, kedves embereket pedig megaláztatás kemencében. Gondolom az igaz emberek az jobban hangzik. Az igaz embereket pedig megaláztatás kemencében. Mindaz, amin az ember keresztül megy, azért van, hogy tanuljon belőle, és erősebb legyen, és jobb legyen a végén. Így teszteli az ember szívét Jehova. Hatos, bízzál Elohimben, majd ő gondodat viseli, remélj benne, akkor egyenes úton járhatsz, maradj félelmében, öregedjél meg benne. Bízzál Elohimben, ő majd gondodat viseli, remélj benne, egyenes úton járhatsz, maradj félelmében, öregedjél meg benne. Kövesd a parancsolatait. Aki félik Jahuát, várjátok irgalmát, el ne pártoljatok tőle, hogy el ne essetek. Igazából nem is szorú magyarázata, szerintem nagyszerű az egész nyelvezete, és maga az üzenet is. Aki félitek Jahuát, higgyetek benne, akkor nem marad el jutalmatok. Hogy hisz az ember úgy, hogy követi azt, amit előír? Aki félitek Jahuát, bízzatok benne, akkor gyönyörűségetekre lesz az ő irgalma. Akik félitek Jahuát, szeressétek őt, akkor szívetek felderül. Hogyan szereti, aki szereti, parancsolatait megtartja. Ugyanaz az üzenete, mint magának a kanonizált írásra. 11. Nézzétek, fiaim, az előbbi nemzedékeket, és véssétek eszetekbe senki sem vallott szégyent, aki bízott Jahuában. Hogyan bízik az ember úgy, hogy azt csinálja, amit ő mondott? De a következő versben le is írja, volt-e, aki parancsai mellett kitartott, és szégyenben maradt, volt-e, aki hozzá kiáltott, és ő elnézett fölötte? Mert Elohim kegyes és irgalmas, megbocsátja a bűnöket a szorongatás napján, megvéd mindenkit, aki őt igazságban keresi. Hiszen az igazság az ő szava, aki a parancsolatokban jár, azaz, akihez kegyes, irgalmas, akinek megbocsát, és akit megvédi. Akit megvéd. 17. Mitévők lesznek, ha Jehova elkezdi a vizsgálatot? Ez ugye természetesen az utolsó ítélet. Aki félik Jehovát, nem engedetlenek a szavával szemben, és akik szeretik őt, útjához tartják magukat. Nem ugyanezt mondta a megváltó is? Onnan ismerjük meg, hogy a parancsolatait megtartja. Aki szereti őt, a parancsolatait megtartja. 19. Aki félik Jehovát, keresik azt, ami neki kedves, és akik szeretik őt, eltelnek törvényével. Aki félik Jahuát, elkészítik szívüket és megalázzák magukat előtt, aki félik Jahuát, megtartják parancsait és békével tűrnek, amíg rájuk nem tekint. És mondják, ha bűnbánatot nem tartunk, Jahua kezébe esünk, és nem emberek kezébe. Mert amekkora az ő nagysága, akkora az ő irgalma is. És ez az utolsó vers gyakorlatilag. Ezeket szerettem volna megmutatni és megosztani, hogy szerintem talán Sirák az egyik legjobb, ami a legnagyszerűbben összefoglalja ezt az egészet. Amiről szó van. Mi az igazság, mi az, amit tennünk kell, és ki a hamis proféta, és hogyan tudunk eligazodni a világban. Úgyhogy ezzel
ezzel ezt a témát befejezzük, és akkor folytatni fogjuk legközelebb egy valami mással, azt majd megosztom az oldalon, hogy mi lesz jövő héten. Szombaton még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!